Már több mint 100 gyermeket vontak be a Semmelweis gyermekgyógyászati klinika otthoni lélegeztetési programjába. A tartós légzés támogatásra szoruló gyerekek így családi környezetben, saját otthonukban gyógyulhatnak. A klinika ezzel Európa 5 legnagyobb központja közé került ebben a típusú ellátásban. Erről lesz szó a folytatásban. Köszönöm szépen, Csaba, jó napot kívánok a nézőknek, és jó napot kívánok a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinika adjunktusának és junior primadíjas Czöveg Dorottya. Jó reggelt kívánok! Kezdjük kérem azzal, hogy mi hívta életre ezt a programot, mi volt az alapvető gondolat, és hogyan lehet meghatározni az érintettek körét? Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az érintettek köre az nagyon-nagyon széles, és igazából maguk a gyerekek és a családok hívták életre ezt a programot. Az igény az már sokkal korábban megvolt arra, és tudtunk arról, hogy a gyerekeknek a légzése bizonyos betegségcsoportokban sérült, de a technikai háttér nem állt rendelkezésre. Azzal, hogy a légzéstámogató eszközök nagyon gyorsan fejlődésnek indultak, ezzel lehetőség nyílt arra, hogy otthon is ezeket az eszközöket a gyerekek használni tudják, és egészen az elmúlt 6-7 évig csak felnőttekben létezett otthon lélegeztetés Magyarországon, és a gyerekeknek az ellátása az egészen addig háttérbe szorult, illetve a felnőtt program látta el a legrosszabb állapotú gyermekeket. Úgyhogy amikor ezek az eszközök elérhetővé váltak, akkor el tudtuk indítani a gyermekkori programot is. Ezek az eszközök egy komódon elférnek, az ágy mellett elférnek, és mondom is azért az ágyat, mert már korábban mi beszélgettünk, és kiderült, hogy éjszaka kell az érintettek többségét lélegeztetni, ez is egy érdekes körülmény, de mégis hogyan lehet meghatározni, hogy kik azok, akik ebben a programban tartozhatnak, akik önökhöz fordulhatnak? A definíció szerint, akinek krónikus légzési elégtelensége van. A krónikus légzési elégtelenség az nagyon sok mindent takar, és nagyon sok formában jelentkezhet, de azt hiszem úgy lehetne megfogalmazni, hogy azok a gyerekek, akik önállóan nem tudnak megfelelően lélegezni. Ennek nagyon sok oka lehet. Lehet az, hogy a légzőizmok nem elég erősek, lehet az, hogy a tüdőben van valami probléma, az is lehet, hogy a központi idegrendszer, ami ezt az egész dolgot irányítja, nem működik megfelelően, de az a lényeg, hogy bármelyik rendszer ezek közül sérült, akkor a gyerekek nem képesek az önálló légzésre. Vannak olyan esetek, hogy sajnos a nap 24 órájában, és vannak olyan esetek, hogy jellemzően csak alvás alatt nem jó a légzés. Ezt önök állapítják meg? Ezt igen, két otthon lélegeztetéses centrum van Magyarországon gyerekeknek, az egyik az a Bethesda gyermekkórház, a másik nálunk a gyermekgyógyászati klinikán. A diagnózis felállítása az nálunk történik, vagy szülők jelentkeznek hozzánk, vagy pedig orvos kollégák küldik a gyermekeket, és a diagnózisnak nagyon fontos része az alvásvizsgálat, ami ki van egészítve az oxigén, illetve a széndioxidnak, ugye ez a gázcserének a két mérőszáma, ennek a kettőnek a mérésével, és ez alapján állítjuk föl a diagnózist, illetve a gyermeknek az általános állapot, a fizikális vizsgálat, a pulmonológiai, kardiológiai és fülorgégészeti vizsgálatot követően. Újszülött kortól 18 éves korig terjed az érintettek köre a programban. Aki családos, van gyermeke, az biztosan tudja, hogy az újszülötteknél még minden szülő nézi, ott van, ül az ágy mellett éjszaka, vannak légzésfigyelő berendezések, csipog, nem csipog, de aztán később ezeket az ember elhagyja, pedig hogyha jól értem, akkor a problémák éjszaka jelentkeznek. A szülők milyen tapasztalatokkal fordulnak önökhez? Mit vesznek észre a gyerekeken? A problémák, ezt annyival egészíteni, hogy a problémák először éjszaka jelentkeznek, hogyha ez az éjszakai légzészavar sokáig fennáll, akkor nappal is már súlyos problémák jelentkeznek, és sajnos vannak gyerekek, akik már úgy kerültek a programba, hogy nappal nagyon rossz állapotban voltak, és nappal is súlyos légzészavaruk volt. Amit a szülők vagy pedig a kezelőorvosok egy megfelelő centrumokban figyelnek és észrevesznek, az az, hogy romlik a gyerekeknek akár az iskolai teljesítménye, reggeli fejfájásuk jelentkezik, étvágytalanok, jellemzően ezek a gyerekek nem szeretnek reggelizni, éjszaka izzadnak, rémálmaik vannak. A szülők nagyon sokszor felfigyelnek akár hosszas éjszakai légzés kimaradásokra. Nyilván, hogyha az embernek olyan gyermeke van, akinek van egy alapbetegsége, akkor a szülők ezt jellemzően figyelik is, és van, hogy éjszaka sokszor ott ülnek az ágy mellett, és nézik, hogy veszik a gyerekek a levegőt. A programban, akik bekerülnek, ennek a légzés támogatásnak köszönhetően hogyan javul az életminőségük?
kérdezem ezt azért is, mert vannak olyanok, akik iskolába járhatnak, említette, hogy vannak, akik 24 órás ellátást igényelnek, ők nyilván akkor otthon vannak. Mégis mi az eredmény? Hát én szeretném azt hinni, hogy nagyon sokban javul az életminőség, ennek vannak szubjektív és objektív mérőszámai. Nekünk ami legfontosabb az az, hogy mi kapcsolatban az egész családdal állunk, tehát hogy nekünk az nagyon fontos, hogy ne csak a gyereknek rajvuljon a légzése éjszaka, hanem a szülők is nyugodtabban tudjanak akár aludni, nyugodtabbak legyenek a gyermeknek az állapota felől. Ez az első időszakban amúgy nem mindig valósul meg, mert amikor a szülők ezeket az eszközöket hazaviszik, sokszor az elején még jobban izgulnak, és még kevésbé fekszenek le, úgyhogy nagyon fontos az, hogy megfelelően tudjuk őket vezetni, hogy ez később az egész család életminőségére kihasson. Szubjektíven azt szokták elmondani a gyerekek, hogy sokkal jobban alszanak, kevésbé fáradékonyak, amit pedig látunk, hogy például megszűnik a délutáni alvás, javul az iskolai teljesítmény, az izombeteg kisgyerekeink elkezdenek hízni, fejlődni, úgyhogy ennek azért van nagyon sok objektív mérőszáma. Említette, hogy a szülők az elején még talán jobban izgulnak, vagy aggódnak, mint korábban. Milyen támogatást kapnak? Az eszközöket önök biztosítják? Igen, az eszközöket azt a klinika biztosítja, ami nagyon nagyban megsegíti ezt az ellátást, az, hogy a szülőknek ez anyagi hozzájárulás nem igényel, ennek borzasztóan örülünk, mert ez egy nagyon hosszas csatározásnak volt a végállomása. Ez azért nagyon fontos, mert nekünk az elsődleges célunk a gyerekklinikán, hogy minden gyermek egyforma ellátást tudjon kapni, teljesen bármilyen háttértől, anyagi helyzettől függetlenül, úgyhogy ez nagyon fontos számunkra, hogy ehhez mindenki gyakorlatilag hozzáférhet. És ezeket a gyermekeket krónikusan gondozzuk, a Covid az nagyon nagyban megnehezítette azt, hogy gyakran találkozzunk a szülőkkel, gyakran találkozzunk a gyerekekkel, de azóta is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy pszichés támogatást is kapjanak a családok, akik krónikus beteg gyerekkel élnek együtt. Fél percünk van hátra a műsorból. Ön már említette korábban, hogy nem csak a tüneteket lehet kezelni ezzel az eljárással, hanem gyakran a kiváltó okot is, tehát gyógyítani is tudnak. Milyen gyakorisággal tudják elhagyni az érintettek ezeket az eszközöket? Az, hogy gyógyítani tudunk, azt nem biztos, hogy így fogalmaznám meg, azt mondanám, hogy nagyon sokat tudunk javítani az alapbetegségen, illetve előfordulhat az, hogy egy gyereket egy nagyon nehéz kezdeti időszakon, például az újszülött korban jelentkező izomgyengeségen át tudunk segíteni. Sajnos ritkán fordul elő, hogy el tudjuk hagyni az eszközt, eddig a most már lassan 110 betegünk közül ez talán 4-5 esetben fordult elő, viszont az, hogy a nyomásokon csökkenteni tudunk, vagy a lélegeztetés idején, tehát akár egy 24 órás lélegeztetésből át tudunk váltani egy éjszakai lélegeztetésre, ezek nagyon nagy eredmények számunkra. Köszönöm szépen Szöveg Dorottyának a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm.